Bár a Techland a közelmúltban még arról beszélt, hogy bizony jól halad a Dying Light második résznek a fejlesztése, most benyögték, hogy bizony nem túl rózsás a helyzet. A parkűrös zombi daráló második felvonása az eredeti tervek szerint tavasszal érkezett volna, tehát nem fog. Az okok közül a felső vezetés vaskalaposságát emelték ki, aminek következtében nagyon gyorsan cserélődnek a projekten dolgozók, emiatt állítólag nincs is egységes irányvonal, és a hatodik generációs Chrome Motor ügyében sincs egyetértés. A fejlesztés a kezdetek óta nehezen halad, ráadásul több olyan kulcsember is elhagyta már a fedélzetet, akik pótlása nehézségekbe ütközött. Hát kétségtelen tény, hogy a BioWare-re nem az Anthem kapcsán emlékezünk szívesen, ugyanis a szódával elmegy sztori, a repetitív küldetések és a jellegtelen karakterek miatt a játék elég megosztóra sikeredett. A kifejezetten gyengén sikerült rajt ellenére az Electronic Arts rábólintott az alkotás felújítására. Az Anthem 2.0 lassan már 2 éve készült a BioWare-nél egy maroknyi csapattal, és most az Electronic Arts úgy döntött, hogy nincs tovább, felülvizsgálták a projekt létjogosultságát. A felszabadult fejlesztőket a hírek szerint a teljesen egyjátékos Dragon Age 4. részén dolgozó csapathoz vezényelték át. A klasszikus harcművész filmek tematikájára építkezik a Sifu című indie alkotás, amiben egy nehéz körülmények között élő falusi fiatalt irányítva kell megbosszulni hozzátartozóink halálát. A Slow Clap alkotásában a puszta kezes bunyók mellett fegyverek használatára is lehetőségünk lesz. A kézzel rajzolt látványvilág és a koreográfia autentikusnak ígérkezik, arról egyelőre azonban nincsen információ, hogy teljesen lineáris vagy valamennyire nyitott játékot fogunk-e kapni. A Sifu PC, PlayStation 4 és PlayStation 5 platformokra készül, és valamikor még idén kipróbálható lesz a szórakoztatónak ígérkező kung fu filmeket idéző alkotás. Ugyan nemrégiben kiderült, hogy a Dontnod Entertainment bizony nem készíthet több Life is Strange nekünk, ez azonban nem jelenti azt, hogy a rajongóknak nélkülözniük kellene kedvenc szériájukat, ugyanis a Before the Storm-os Deck Nine csapata 2 projekten is dolgozik már. Állítólag egy 5 részre bontott vadonatúj sztori vonalat, illetve egy Max és Chloe történetét folytató játékot kalapálnak, extraként pedig az alapjáték Switch változatán is dolgoznak. Ezúttal a 4. generációs Unreal Motort használják, amivel a korábban tapasztalt hibákat szeretnék elkerülni. Az infókat egyelőre hivatalosan nem erősítették meg, így azokat egyelőre érdemes fenntartásokkal kezelni. Befutott a hatalmas verdákat felvonultató Monster Jam Steel Titans második része. A játékot ezúttal is a Rainbow Studios készítette, és a fejlesztők a korábbinál nagyobb és részletesebb világot alkottak, ezúttal 12 arénában csapathatunk a 38 gépszörny valamelyikével. Megújult a játékmenet, átdolgozták a fizikát és a mesterséges intelligenciát, de az online szekciót is átszabták, illetve kibővítették, valamint freestyle versenyek és kihívások is akadnak szép számmal. Hát a grafikára talán lehetett volna még gyúrni egy kicsit, de reméljük a játékmenet elviszi majd a hátán a PC, PlayStation 4, Xbox One és Switch platformokra összedobott alkotást. Újabb állomásához érkezett a The Sinking City körüli Csiki-Csuki. A játék tavaly nyáron tűnt el a digitális áruházak kínálatából, a fejlesztő Frogwares és a kiadásért felelős Big Ben Interactive nézeteltérése okán. Előbbi azzal vádolta meg a kiadót, hogy több ponton is eltértek a szerződésben rögzített fejlesztési pénzekre eladott példányszámok után járó jogdíjakra vonatkozó feltételektől. A helyzet januárban azonban enyhülni látszott, ekkor a játék visszakerült az áruházakba, majd a Steam rendszeréből ismét eltűnt, hogy most egy figyelmeztetéssel tartítva ismét visszatérhessen, miszerint ez a The Sinking City nem az eredeti játék, és nem részletezték, hogy miért, egy szóval a szarköpülés folyik tovább. A Bloomberg információi szerint a Sony nyáron igyekszik biztosítani a PlayStation 5 tárhelyének bővíthetőségét. Ekkora készül el ugyanis a frissítés, ami engedélyezi az M.2 ajzat használatát. A frissítés az egyre nagyobbra hízó játékok tükrében égető problémát orvosolhat, hiszen lassan egy foltozáshoz több helyre van szükség, mint egy korai PlayStation 4 játék telepítéséhez. Az érkező update a ventilátor sebességének módosítására is lehetőséget biztosít majd, hiszen az extra SSD tárolók által termelt hővel is kezdeni kell valamit. Arról egyelőre nincsen szó, hogy a gyorsabban pörgő légkavarók zaja mennyire lesz zavaró. Az ugye nem újdonság, hogy az HBO gondozásában készül a The Last of Us sorozat, ami alaposan felkavarta most a rajongók lelkivilágát, ugyanis a legfontosabb szerepekre Pedro Pascalt és Bella Ramseyt szemelték ki.
Előbbit nyilván senkinek nem kell bemutatni, hiszen a Narcos és a Trónok harca után a The Mandalorian című sorozatban is remekül teljesít, ugyanakkor nem biztos, hogy Joel szerepére ő jutott volna eszünkbe először, ahogy a Bella Ramsey által megformált Ellie kapcsán is vannak fenntartások. A YouTube-on deepfake technológia és gameplay anyagok segítségével elkészített videó azt próbálja prezentálni, hogy miként festenek majd a színészek a rájuk osztott szerepekben. Minden jel arra mutat, hogy bizony a Google gigantikusan nagy szarban van a Stadiával, legalább ekkorában. Bár az elemzők szerint még nincs minden veszve, a helyzet messze nem rózsás. Első körben a vállalat bezárta mindkét Stadia platformra dolgozó stúdióját, ami arra enged következtetni, hogy túl sok exkluzív tartalom nem várható a jövőben. A hírek szerint távozik a cégtől a Stadia Games and Entertainment első embere, úgy tűnik a korábban Ubisoft és Electronic Arts kötelékébe tartozó Jade Raymond sem tudott csodát tenni. Egyes források szerint a gyenge eladások miatt a Google irgalmatlan pénzeket folyatott a platform népszerűsítésébe, akár 10-20 millió dollárt is képes volt kicsengetni egy-egy régebbi sikercím átiratáért, hogy elég húzó címet tudjon prezentálni.